amikor valaki a nyelv vágyainak követeléseit azzal fékezi meg, hogy a nyelvét kizárólag rasszállam fogyasztására használja, akkor a gyomor és a nemi szervek ösztönzésén is automatikusan tud uralkodni. Ezzel kapcsolatban mondja Sira Bhakti Vinoda Thakur, Sira Avidya Jala, Jalendriyate Ka, Jivetala Vishaya Sagore, Rakhale Vajati, Ravama Sigurvati, Tarkana Jatya Samsare, Vishna Vara Dharamokari Vara Jivate, Sáprasad Anadilo Bhai, Sjana Mrita Aurat, Hát Vishna Dula Gopre, Medrakocsi, Tanyani Táj. Ugyan ez az anyagi test a tudatlanság tanyája, az érzékek szövevényes hálózata pedig csupán a halál felé vezet. Valamiképpen beleestünk az anyagi érzékkielégítés óceánjába, és az érzékek közül a nyelv a legtelhetetlenebb és a legkevésbé kontrollálható. Ebben a világban nagyon nehéz féken tartani a nyelvet, de te, drága Krisna, nagyon kegyes vagy hozzánk. A csodálatos prasadamot adod nekünk, hogy felülkerekedhessünk a nyelvhatalmán. Fogyasszuk hát ezt a prasadamot teljes megelégedettségünkre, dicsőítjük az Urat és az Úrnőket, Sisi Rádát és Krisnát, és hívjuk szeretettel az Úr Csétanya és az Úr Nitánanda segítségét. Köszönöm szépen! Tehát itt ez a híres vers, amit szoktunk énekelni a prasádam előtt, amikor hangosan, valamikor magunkba, de nagyon fontos, hogy készüljünk rá a prasádam megtisztelésére, hogy tegnap is beszéltünk róla, csak más hatása van, hogyha megtiszteljük a prasádamot, mint hogyha csak úgy gondolkodunk róla, mint egy közönséges étel, hogy milyen finom, és akkor csak azt értékeljük. Ez jó, hogyha tudjátok már ezt a verset? Ez a Sharyari Vigyicsa. Jó, akkor... Ez jó, hogy amikor éneklik előre, akkor mi is ismételjük. Ez jó lenne megtanulni, ez benne lesz a vizsgába is, tehát hogy... Ez is. Aha. Igen. Igen, ezt tanuljátok meg, ez egy alap vers. Meg hogy ezt még igazából nem beszéltük, de hogy Robi Rabutól hallottam igazából csak, hogy az első négy vers lesz a... Igen, az lesz főleg benne a vizsgában. Majd adok nektek egy kérdéssort, hogy akkor milyen kérdések lesznek a vizsgában. Jó, amire... Igen. És ugye neked nem kell aggódni a Bhakti Vedanta Főiskolában, vizsgálsz te egy percet. Jó. Visszatérve ide, tehát hogy ez egy fontos vers, mert ahogy valamiben belekezdünk, nem mindegy, hogy milyen tudattal kezdünk bele. Tehát hogy a tudatunk az nagyon sokat számít, hogyha amilyen a tudatunk, amikor belekezdünk egy tevékenységbe, akkor az meghatározza, hogy milyen eredményt fogunk kapni belőle. És amikor mi úgy közelítjük meg a prasádamot, hogy emlékezünk rá, hogy ez Krisnától van, emlékezünk arra, hogy mi megtiszteljük ezt a prasádamot, és dicsőítsük Krisnát ezáltal, akkor a tudatunk tisztulni fog, akkor megfelelő energiát, és fogunk belőle kapni, és lesz táplálva a testünk, hogyha csak a szenvedély kötélnek a hatás alatt, ugye csak nekiesünk, hogy milyen finom lesz, és akkor csak szeretnénk belakmározni, akkor egy másik eredménye lesz, akkor nem kapjuk meg azt a lelki hatást, mint amit kaphatnánk. Természetesen prasádamot enni, Krisnának felajánlott ételt még akkor is áldásos, hogy ha valaki nem tud róla, de minél tudatosabbak vagyunk, akkor annál jobb eredményt fogunk elérni. Jó. Következő rész, Gábor. Hatféle rasza, íz van. És akit ezek közül akár egy is megzavar, azt hatalmukba kerítik a nyelv vágyai. Van, aki a hús, hal, rák, tojás és egyéb vérből és ondóból álló dolgok fogyasztásához vonzódik, és ezeket elhalt testek formájában fogyasztja.
másokat a zöldségfélék, a babfélék, a spenót és a tejtermékek vonzanak, de csak nyelvük vágyainak kielégítése céljából. Az érzékek kielégítését szolgáló evés, beleértve az olyan fűszerek túlzott használatát, mint a csili és a tamarind, a Krisna tudatú embereknek mellőznünk kell. A bétellé készítésében használt különféle fűszerek, a fanlevél, a haritaki, a bételdió, a dohány, az LSD, a marihuána, az ópium, a szeszes italok, a kávé, a tea, mind-mind a tiltott, etikátlan vágyak kielégítését szolgálják. Ha csak a Krisnának felajánlott étel maradékát veszik magunkhoz, akkor megmenekülhetünk a maja zsarnoki uralmától. A zöldségfélék, a gabona, a gyümölcsök, a tejtermékek és a víz a megfelelő ételek, amelyeket fel lehet ajánlani az Úrnak, amint azt maga az Úr Krisna elrendelte. Ha azonban csak jó íze miatt fogyasztjuk a praszádát, és ezért eszünk túl sokat, akkor mi is a nyelv követelőzésének áldozatává válunk. Sri Chaitanya Mahaprabhu azt tanította nekünk, hogy még praszáda evésekor is kerüljük a nagyon ízletes ételeket. Azzal a szándékkal ajánljuk fel ízletes ételt a murtiknak, hogy finom ételt ehessünk, szintén a nyelv követeléseit próbáljuk kielégíteni. Ha azért fogadjuk el egy tehetős ember meghívását, hogy majd finom ételeket szolgálnak fel nekünk, azzal szintén csak a nyelv követeléseinek teszünk eleget. Tovább? A Chaitanya Charitamritában ez áll. Jivara lalase yei yének. Igen, Jivara lalase yei iti uti dai. Mondjad? Jivara lalase yei iti uti dai. Sisnodara parayana Krishna nahi pai. Sisnodara parayana Krishna nahi pai. Aki ide-oda szaladgál, hogy kielégítse a nyelvét, s aki a gyomra és nemi szervei vágyainak a rabja, az nem tudja elérni Krisnát. Köszönöm szépen. Ugye itt Srila Prabhupád még részletesebben kifejti, hogy mitől kell tartózkodni, ugye nagyon, nagyon részletesen kifejti, akkor ugye, hogy mit szabad és mit nem szabad, ugye itt vannak a húsfélék, a különböző izgatószerek, kábítószerek. Pont tegnap voltunk Pécset, és volt egy fiú, kérdezte tőlem, hogy miért nem jó ezeket a pszichedelikus szereket fogyasztani. Ugye volt egy kis program, Rupa tartott előadást, és voltak olyan 20 páran, és akkor ennek a fiúnak ez volt a problémája. És mondtam neki, hogy az a probléma ezekkel, hogy ezek nagyon erősítik a testi életfelfogást. És a testi életfelfogás nem csak a durva fizikai testre vonatkozik, hanem a finom fizikai testre is. És amikor valakiben ott van az az erős testi életfelfogás, akkor fog szenvedni a testi hullámoktól, elmebeli hullámoktól, és pont ezek a pszichedelikumok, ezek nagyon, nagyon, nagyon növelik az aggodalmat, növelik a félelmet, ugye, hogyha valaki pszichikai szinten szeretne élvezethez jutni, akkor pszichikai szinten fog nagyon sok szenvedést is tapasztalni. És tehát, hogy ezt mind el kell kerülni, mert ez akadályozza a lelki megvalósítást, akadályozza azt, hogy mi megvalósítjuk, hogy mi lelkek vagyunk a legfelsőbb személynek a szolgai, és ezért nem mindegy, hogy milyen ételeket fogyasztunk, mit ajánlunk fel Krisnának. Habár Krisna nagyon kedves, és lehet, hogyha valaki még nem is olyan jól főz, de hogyha őszintén próbálja felajánlani Krisnának, akkor Krisna azt elfogadja, és akkor ott lesz ez a potencia, ez a lelki potencia benne. Ugye halljuk a Mahabharatból, hogy amikor Krisna ellátogatott Vidurához, akkor elfogadta a banán héjat is, amit extázisában ajánlott Vidura felesége. Ugye Duryodhan akart, amikor már úgy nézett ki, hogy kirobban a kurukshetrai háború, akkor Duryodhan akart, hogy Krisna az ő oldalára álljon. És próbálta meghívni Krisnát Hastinapurba, és akkor hatalmas nagy fogadást szervezett Krisnának, hogy akkor
a legjobb szakácsok főztek, akkor táncos nők táncoltak, Dusászannak a palotáját, a legnagyobb palotát ajánlották föl Krisnának, és amikor Krisna megérkezett, akkor mondta Durjódan, hogy itt van ez a hatalmas lakom, amit a te örömödre főztünk. Ugye csak Dusászannak volt egy hátsó szándéka, és a hátsó szándéka az volt, hogy ő folyamatosan meg akarta ölni a pándavákat, ki akarta túrni őket az örökségükből, és mindig sétést követett el a pándavák ellen. És Krisna nem volt hajlandó elfogadni. És akkor mondta Krisna, hogy engem nem érdekel ez a lakoma. És akkor Durjódan mondta neki, de nem mehetsz el, mert ezt neked főztük. És mondta Krisna, hogy én nem vagyok köteles elfogadni senkinek a felajánlását. Ugye két ember fog enni. Az egyik, aki éhes, a másik, hogyha valamit szeretettel kínálnak neki. És akkor mondta Durjódannak, hogy én nem vagyok éhes, és ez meg nem szeretettel van ajánlva. És akkor elment. És akkor elment Vidurának a házához, és akkor a Vidurának a felesége annyira extázisba esett, hogy jött Krisna, de nem volt hirtelen mit, amit tudott volna ajánlani, de volt otthon náluk banán, és meghámozta a banánt, de annyira elárasztották az érzelmek, hogy a banának a belsejét kidobta, és a héját ajánlotta Krisnának. És Krisna, mivel szeretettel ajánlotta, akkor elfogadta a banán héját, és azt kezdte elenni. És amikor jött haza Vidura, és látta ezt, hogy a feleség a banán héjjel leteti Krisnát, akkor meg akart állítani, de Krisna mondta neki, hogy ne állíts meg, hogy nekem ez nagyon megfelel, hogy akkor elfogadta a banán héjat, mert szeretettel volt ajánlva, mert Krisnát igazából a szeretet érdekli. Van egy vers a Bhagavad Gita-ban, hogy hogy is van, patram puspam palam tójam, jó mély baktál prajacsat, itt ad a hap, yukakritam, asnámi prajatát manaha. Patram, hogyha valaki egy virág, patram, ugye az azt jelenti, hogy víz. Puspam, az azt jelenti, hogy virág. Patram, puspam, palam, tójam, ugye vizet, vagy gyümölcsöt, vagy bármit ajánl valaki, hogyha ezt szeretettel teszi, akkor én ezt elfogadom. És volt egy nagyon érdekes sztori, amit hallottam orosz baktáktól, hogy amikor Oroszországban elkezdődött a Krisna tudat, Srila Prabhupád 1971-ben volt Moszkvában. És ugye Srila Prabhupádot ott szemmel tartott ugye a titkos rendőrség, és nem volt akkor nyilvános program, de a szolgája fölhozott egy fiatal fiút, akit érdekelt a Krisna tudat, és Srila Prabhupád 3 napon keresztül csak azt az egy fiút képezte a Krisna tudatra. Ugye mert nem tudott mással találkozni, nem volt nyilvános program, nem szerveztek neki semmit. Találkozott ezzel a Kotovszki professzorral, aki kvázi őt meghívta Moszkvába. És amikor Srila Prabhupád elment, akkor ez a fiú akkor elkezdett prédikálni titokban, mert másképp nem lehetett. És az elsők, akik csatlakoztak a Krisna tudathoz, azok fiatal fiúk voltak. És akkor valamennyit tanult főzni, de mivel nem voltak ott bakták, akkor időnként belespekulált a receptekbe, mert nem volt kapcsolat a baktákkal, ugye akkor nem volt YouTube, nem volt Facebook, nem volt internet, nem lehetett e-maileket küldeni, nem lehetett itt tábba tartani a kapcsolatot, és akkor főzött halavát, de úgy hallott, hogy a halavának akkor fűszeresnek kell lennie, és tett be, de a Oroszországban akkor csak egyfajta fűszer lehetett kapni, ami a chili volt, ugye a són kívül. És akkor tett bele a halavába még chilit. Ugye egy elég érdekes kombináció, hogy chilis halava, és mivel fiatal fiú volt és nem tudott jól főzni, akkor időnként kicsit meg is égette. És egyszer elhívott magához vendégeket, ugye, hogy bemutassa a védikus kultúrát, és akkor leültette őket, adott nekik
megtanította nekik a mantrázást, adott ebből a csillis égett halavából, ami nagyon speciális íze lehetett, és mesélt az egyik bakta, Bhakti Vigyán Goszvami, aki kapott szintén ebből a halavából, mondta, hogy még a mai napig érzem az ízét a számban, amikor rágondolok annak a speciális csípős, kokszos halavának, amit főzött. És mondta, hogy volt egy vendég, aki megkóstolta ezt a halavát, evett bele egy kanállal, és akkor mondta neki, hogy ez neki pont elég volt, ez nagyon értékeli a védikus kultúrát, nagyon finom az étel, de pont ennyi elég volt neki, ugye nem ízlett neki annyira. És nagyon érdekes volt, hogy ez a férfi nagyon erős dohányos volt, 2-3 doboz cigarettát szívott naponta, és amikor hazament, akkor nem érzett késztetést arra, hogy dohányozzon. És nem is, hogy csak nem érzett késztetést, amikor rágondolt, akkor ilyen undor fogta el. És akkor elment így egy nap és két nap, és nem gyújtott rá. És akkor visszament ezzelhez a fiúhoz, hogy mit kevertél ebbe a halavába, hogy valami kábítószert kevertél be, hogy akkor ez történik velem. És akkor mondta neki, hogy hát semmit nem kevertem bele, én csak felajánlottam mindent Krisnának, pont mondtam néhány mantrát, és felajánlottam Krisnának, és csak ez van benne, ez a szeretet és az odadás. És akkor ez a férfi is bakta lett utána, és akkor a mai napig gyakorolja a Krisna tudatot, hogy kapott egy kis csillis, kokszos halavát. Tehát, hogy van, amikor lehet, hogy nem olyan jó a minősége, de jó az odadás. Van, amikor nagyon jó lehet a minősége, de nincs benne odaadás. Hogy amikor mi ételt készítünk, akkor próbálni kell figyelni mind a kettőre, hogy jó minőségű is legyen, mert az is része az odaadásnak, hogy nem ajánlunk akármit Krisnának, de hogy ezt szeretettel és odaadással tegyük. És amikor így van ajánlva az étel, akkor Krisna megnyilvánul olyan mértékben, amilyen mértékben ott van az odaadás, és akkor lehet tapasztalni. Lehet tapasztalni ennek az erejét lehet tapasztalni, és akkor nem fog bennünket elcsábítani a nyelvnek a késztetése. Tehát, hogy csak praszádamot fogyasztunk, amit felajánlunk Krisnának, amit felajánlható Krisnának, és ezt próbáljuk nagy szeretettel és odaadással készíteni. Jó, van-e kérdés ehhez, amit eddig elmondtam? És utána megyünk tovább. Hogyha nincs, akkor olvassuk tovább, Peti. A haskövetelőzésének kontrollálására való, a fentiekben is említett, képtelenség jelenti azokra is, akik valamilyen gyomorbajban szenvednek. Amikor a szükségesnél többet akarunk enni, sok kellemetlenséget okozunk magunknak. Ha azon betartjuk a koplási napokat, például az ékedesit és a dzsammasztamit, akkor féken tudjuk tartani a haskövetelőseit. Ami a női szervek kötelességét illeti, kétféle szexuális élet van, helyén való és helytelen, vagyis törvényes és nem megengedett szexuális élet. Egy férfi eléggé életnek házasodta a sárszág szabályozó elvei alapján, és nemzőszerű részét gyermekek nemzésére használhatja. Ez törvényes és vallásos út. Egyébként pedig esetleg mindenféle mesterséges módszert alkalmaz, nemzőszerű kötelésének kielégítésére, nélkülöző minden önuralmat. Ha valaki megengedi magának a tétra szexuális életet, akár egy gondolát, tervező, hogy beszél róla, akkor valóban szexuális kapcsolatba kerül valakivel, vagy mesterséges módon elégíti kellemi szerveit, akkor a sárszta szerint valamelyik valamelyik közé kerül. Ezek az instrukciók nem csak a házasokra, hanem a tyágikra, a lemondott életben tagjaira is vonatkoznak. Chi Jogananda Pandita Prema Vivarta című könyvének 7. fejezetében ez áll. Virági báj, grámja kathá, na suni mi káné, grámja várta, na káhibé, javé, miribé áné. Szavapané, ó nákara, báj, stri szambásana, grihi stri csehdiá, báj, Asiácsa vala. Gyericsá haparanaja, rákité, gorangéra, számé, csóta, haridászéra, kathát, hákéjén a mané. Bálanák, hájébé, ára bálaná, padibé, hidájéti, ráthák, visna, szarvadász, szévébé. Fordítás. Te a lemondott életben tagja vagy, nem szabad hát közönséges világi témákról szó beszélt hallgatnod, és beszélhessünk szóval világi témákról, ha másokkal találkozol. Nőkre ne gondolj még álmodban sem. Mikor a lemondott rendbe léptél, fogadom a tettél, hogy elkerüld a nők társaságát.
A Csétanya Mahaprabhu társaságára vált, mindig emlékez Csolta Haridász esetére, és arra, hogyan költe el, ölte magát az Úr. Ne egyél pompás ételeket, és ne öltöz finom ruhákban, hanem mindig légy alázatos, és szolgáld őisteni kegyelmüket, eltelt és Krisnát teljes szívedből. Végezetül tehát azt az ember, aki kontrollálni tudja ezt a hat dolgot, a beszédet, az elmét, a dühöt, a nyelvet, a gyomrot és a nemi szerveket, Száminak vagy Gosszaminak kell neveznünk. A Számi szó azt jelenti, hogy mester... Ennyi jó. Jó, akkor ugye itt a szexuális késztetés kontrollálásáról van szó, ami szintén egy komoly kihívás. Tehát, hogy komoly kihívás, főleg a mai világban, ahol a média tele van szexuális izgatással. Ugye a Srila Prabhupád írja a Bhágavatamban, hogy régen Ajámil volt az első, vagy az egyik, vagy egyetlen ilyen áldozat ennek a szexuális propagandának, de manapság gyakorlatilag szinte mindenki, és nagyon nehéz elkerülni. De hogyha valaki gyakorolja a lelki életet és próbálja tisztán tartani az elmét, akkor ez lehetséges. Ugye itt vagyunk pont a mi házunknál, és a búcsúban itt volt rengeteg ember, 1250 ember látogatta meg a házunkat naponta három turnusban. És az első kérdés, amit feltettek mindig, hogy miért van külön hálószoba. Ugye egyik szobában lakok én, a másik szobában a feleségem. És mondtam nekik, ugye válaszoltam a kérdésre, mert ezt gyakran megkérdezik máshol is, hogy a szexuális energia az nagyon-nagyon erős. És amikor van egy erős energiával van az embernek dolga, akkor nagyon óvatosnak kell lennie, hogy kezeli azt. Ugyanúgy, hogyha valakinek elektromos árammal van dolga, akkor óvatosnak kell lennie, hogy nehogy megrázza az áram. És akkor mutattam neki, itt van a cserépkályha a házban. Uh-huh. És a tűz szintén egy nagyon erős energia. És amikor a tűz korlátozva van, megfelelően van kezelve, akkor nagyon hasznos. Hogyha télen ugye hideg van és befűtünk a cserépkályhába, akkor ez a cserépkályha ad meleget. Igazából a tűz ad meleget. De azért, mert a tűz az egy kontrollált helyen van. Vagy amikor befűtünk vele a sparhelyetbe, akkor tudunk vele főzni azzal a tűzzel. De hogyha a tüzet csak szabadjára engedi az ember és csinálhat azt, amit akar, akkor leéget mindent és elpusztít mindent. Tehát ugyanígy a szexuális energiát is kell korlátozni azért, hogy a hasznunkra legyen. Hogyha nincs korlátozva, akkor elpusztít bennünket. És ezt látni a mai társadalomban, elpusztítja az egyéneknek az életét, elpusztítja a családokat, elválnak családok, és ugye manapság már annyi minden van, átoperáltatják magukat. Tehát, hogy ez mind, amikor nincs kontrollálva a szexuális energia, és elpusztítja az embereket. És ezért kell a korlátozás. És Srila Prabhupád itt a magyarázatban beszél erről, hogy korlátozni kell. És van a korlátozásnak több módja, ugye vannak cölibátusban élő szerzetesek, akik teljesen korlátozzák, de ezt az emberek túlnyomó többsége nem tudja megcsinálni. De van egy másik fajta módja a korlátozásnak, amikor valaki ugye házasságon belül gyermeknemzés céljából él nemi életet. És akkor ez egy vallásos út, és akkor van egy korlát, de van valami térengedve, és az hasznos, gyerekeket lehet behozni ebbe a világba, és akkor fel lehet őket nevelni Krisna tudatban. És ugye ez általában mindig felkavarja kedélyeket, mert miért? Mert van egy erős ragaszkodás. És akkor kérdeztem, amikor az emberek ezzel elkezdenek vitatkozni, kérdeztem, jó, de akkor hol akarod meghúzni a határt? Uh-huh. Ugye, mert vannak ugye a szannyászik, a szerzetesek, akkor meghúzzák ott, hogy nulla, zéro. Uh-huh. Akkor vannak, akik ugye lelki gyakorló családosok, akkor meghúzzák ott, hogy akkor csak házasságon belül, csak gyermeknemzés céljából. Akkor az egy határ. De akkor, amikor valaki családos, akkor már oda kell figyelnie, hogy akkor hogy csinálja ezt, hogy akkor ez az energia akkor korlátok között van tartva.
akkor utána ugye, hogyha valaki, akkor ez neki túl sok, akkor lehet, hogy azt csinálja, ami már nem ajánlotta a leg, Srila Prabhupád nem ajánlott, hogy akkor házasságon belül, de akkor nincs korlát. Ugye az már egy következő, az még egy szélesebb. Aztán vannak akiknek ez is túl szűk, akik nem csak a házasságon belül, hanem a házasságon kívül is élnek nemi életet, és akkor az még tágabb. Aztán van a következő, ugye még van, akinek ez is még túl szűk, hogy akkor nem csak ellenkező neműekkel, hanem azonos neműekkel. Akkor az egy következő korlát. Akkor van a, ugye, hogy nem csak felnőttekkel, hanem gyerekekkel is. Ugye gyerekmolesztálás, az egy következő korlát. Akkor a következő, hogy akkor nem csak emberekkel, hanem állatokkal is, az a következő korlát. Nem tudom, hogy van-e még további, de ez gyakorlatilag akkor egyre jobban pusztítja el az embert, ez a szexualitás. És ugye a Koránban például le van írva, hogy valaki ne éljen nem életet az anyjával, ne éljen nem életet állatokkal. Miért van az? Mert vannak, akik csinálják. Igen, a következő, hogy halottal, mert amúgy ezt is csinálják, hogy amikor hogy valaki meghal, főleg, hogyha fiatal hal meg, akkor vannak ilyen, tehát, hogy nem is tudom, hogy ezt hogy engedélyezhetik, hogy akkor feltöltik annak a nőnek a testét, nem tudom, valamilyen meleg folyadékkal, és akkor ott élnek nem életet, ugye halottakkal. És ez látszik, hogy ez a szexuális energia, hogyha nincs korlátozva, akkor elpusztítja az embert, és elpusztítja az emberi érzéseit. És akkor valaki nem tudja megtartani az emberi létformáját, mert akkor, hogyha valaki ebbe túl belebonyolódik, akkor ez el fogja pusztítani. De szó szerint ez elpusztítja valakinek nem csak a lelki életét, hanem az emberi életét is, és akkor le fog degradálódni. Írja a Bhagavad Gita-ban, van egy kép is, hogyha valaki ebbe túlságosan belemerül, akkor következő életében egy fatestet fog kapni. Ugye valaki túlságosan ragaszkodik a mesztelenséghez, akkor itt vannak a fák, akkor lehet mesztelen egész életében, nem kell ruházkodni, nem kell ezzel törődnie. De ezért ez egy nagyon erős energia, és amikor valaki a lelki gyakorlatokat végez, akkor tudatába kell lennie, hogy ez nagyon erős, és akkor milyen szabályokat, milyen korlátokat szab. És ezért, Srila Prabhupád, ezért kértem a tanítványait, hogy tartsák ezt a szabályozelvet, hogy nincs tiltott nem élet, csak házasságon belül gyermeknemzés céljából. És ugye, amikor valaki ellátogat a baktákhoz, akkor látják, hogy jó, van két külön szoba, pontosan azért, hogy akkor ez a szabályozó elv tartva legyen. És ez egy komoly kihívás, főleg a mai korban egy komoly kihívás, amikor a média gyakorlatilag az ellenkezőjéről szól. És már ugye pici gyerekeknek ott a kezébe a mobiltelefon, és akkor pornográfiát néznek már, nem tudom, 10 éves korban. Akkor nagyon nehéz lesz. Meg más iskolában is azt tanítják már ugye, hogy nem az, hogy értékeljék egymást, hanem hogy mindjárt fölkészítik őket, hogy ugye az ilyen szexuális felvilágosítások, hogy használjon szert. Hogy nem az, hogy ismerjétek meg egymást, és akkor esetleg, hogy tényleg gyereknemzés céljából, amikor már ugye éveket eltöltenek egymás mellett, hanem hogy úgy vannak vele, hogy na, úgy is csinálni fogják, hogy konkrétan így fölkeltik az érdeklődésüket már egész fiatal kortól. Ja, hát... Mikor nem ennyiértnél szoktam ezt hozzátenni azt is, hogy gyakorlatilag ez a nem ártás elvébe is beletartozik, hogy nem használjuk ki a nőket. Részről, meg ugye, hogy ilyen szempontból ugye nem létezik abortus sem, tehát hogy nem alkalmaznak a kis
gyakrabban a voltus semmi fényezés nem állt esélye, tehát hogy sokkal megfontoltabban. Igen. Ezt amúgy is csinálni, de hogy itt kimondottam. Igen, mert amit mondasz, az igaz, mert ez benne van a jóga elvei között is, hogy ugye jáma és niyáma, van öt jáma, öt tiltás. Az egyik, hogy ugye a cölibátus, hogy nem szabad tiltott nem életet élni, akkor a szatyam, hogy nem szabad hazudni, aparigra, hogy ne gondoljuk tulajdonosnak magunkat, ahimsza, hogy ne ártsunk másoknak, ne kövessünk el erőszakot, és van még egy. Asztéja, hogy nem szabad lopni. És ez mind azt jelenti, hogy hogyan bánunk megfelelően másokkal. És ugye, amikor ugye ez valaki a brahmacsáját nem szigorúan tartja, akkor abból egy csomó probléma jön. Ugye akkor abból jön az abortusznak a problémája, abból jön, hogy akkor a családok szétesnek, abból jön, hogy egy társadalom gyakorlatilag szétesik, mert nincs ez az elv követve. Nagyon érdekes, hogy a Bhagavad Gita-nak a harmadik fejezetének a vége beszél erről. És beszél erről, hogy Arjuna kérdezi, hogy mi az, ami az embert erőszakkal bűnös tettekre kényszeríti. És a Krishna azt válaszolja, hogy a kéjazó Arjuna, ami a szenvedély kötéréből születik, és később haraggá alakul át, ez a világ mindent felemésztő bűnös ellensége. És akkor mondja, hogy ez három szinten nyilvánul meg, mint három szinten burkolja be az élőlényt, mint tüzet a füst, mint tükröt a por, és mint magzatot az anyja méhe. Ugye amikor valaki mint tüzet a füst, az azt jelenti, hogy valaki tapasztalja ezt a készletést, de próbál küzdeni ellene. Ugye, hogy ugyanúgy, mint a füst betakarja a tüzet, de a tűznek a potenciája még ott van, csak a füst valamennyire betakarja. A másik, mint tükröt a por, akkor már ugye amikor a tükröt befedi a por, akkor a tükörbe már nem látszik semmi, tehát hogy eltűnik a forma, akkor az még jobban betakarja, és a harmadik az, mint magzatot az anyja miha, az teljesen. Ugye az elsőt Rámánudzsa ácsárja ahhoz hasonlítja, hogy a lelki gyakorlók, akik küzdenek ezzel a késztetéssel, de meg akarnak tisztulni tőle, az a, mint tüzet a füst. A második, amikor valaki már feladta a küzdelmet, hogy nagyon jó, hogy gyakoroljátok a lelki életet, nagyon jó, hogy kontrolláljátok, én ezt nem tudom csinálni, de örülök, hogy ti csináljátok, de én ezt nem tudom csinálni. És a harmadik pedig, aki konkrétan kimondja, hogy akkor ez a nem élet, ez rossz dolog, ez káros dolog, ez betegség, és akkor valaki teljesen elutasítja ezt, ugye, amikor teljesen befedi. És írja a Bhagavad Gita, jó, de mit lehet ezzel kezdeni? És a Bhagavad Gita-ban mondja Krishna, hogy vannak stratégiai pontok a testben, ugye, vannak az érzékek, van az elme, és van az intelligencia. Ugye, és ez a sorrend, hogy a lélekhez legközelebb az intelligencia van, utána az elme, és utána az érzékek. És mondja, hogy az ellenség, a kéj elfoglalta a stratégiai pontokat, az érzékeket, az elmét és az intelligenciát. Mit lehet vele csinálni? És mondja a Bhagavad Gita-ban Krishna, hogy evam buddhe param buddhva samstabhi átmánam átmán jahi satrum mahábáho káma rúpa durásadam. Hogy evam buddhe param buddhva, hogy a legnehezebb kitenni az elméből. És ugye az érzékeket úgy lehet kitisztítani a kétől, hogyha lefoglaljuk Krisnának a szolgálatában, kétkezi szolgálatban, odadó szolgálatban. Akkor úgy lehet kitisztítani az érzékekből. Az intelligenciából úgy lehet kitisztítani, hogyha tanulmányozzuk a szentírásokat. Ugye most is tanuljuk a tanítások nektárját, vagy tanuljuk a Bhagavad Gita-t, Simad Bhagavatamot, és amikor tanulmányozzuk a valódi filozófiát, akkor ez a tév felfogásokat kitisztítja az intelligenciából. A legnehezebb az elméből kitisztítani. És akkor ugyanúgy, ahogy egy vad lovat nem lehet olyan könnyen megszelídíteni, vagy megfékezni, először kell két oldalról kipányvázni,
Ugye az első, az az érzékek, ugye az elme, az érzékek és az intelligencia között helyezkedik el. Hogyha az érzékeink le vannak foglalva gyakorlati adadó szolgálattal, és a másik oldalról az intelligenciánk le van foglalva, hogy tanulmányozzuk a transzcendentális filozófiát, amikor a kettő között van az elme, akkor az elme, amikor ebbe a helyzetbe gyakoroljuk a lelkéletet, énekeljük a Hare Krishna mantrát, akkor az elme meg fog tisztulni, és akkor meg fog szelídülni. És akkor tudjuk irányítani az elmét. Tehát, hogy ezt a módszert ajánlja a Bhagavad Gita, hogy foglaljuk le az odaadó szolgálattal az érzékeinket, tanulmányozzuk a szentírásokat, az intelligenciánkat, és amikor ebben az állapotban gyakoroljuk a lelki életet, akkor meg fog tisztulni az elménk. Ugyanúgy, hogyha egy kisgyereket akkor lehet megtisztítani, vagy megmosdatni, hogyha beáll a kádba, hogyha szalad ide-oda, akkor nagyon nehéz. Ugye utána önteni egy vödörvizet, akkor nem fogja eltalálni. De hogyha ugyanúgy az elme akkor ki van pányvázva az érzékek és az intelligencia által, és akkor hallja a szent nevet, akkor meg fog tisztulni és meg fog szelídülni. És ezt a módszert ajánlja a Bhagavad Gita. És utána a negyedik fejezet elkezdődik úgy, hogy Evam Parampara Praptam. És ezt a tudást a tanítványi láncolaton keresztül először a szent királyok értették meg, mert a királyoknak az volt a dolga, hogy vezessék a társadalmat és megmentsék a társadalmat a kétől. Ez a legnagyobb ellenség, mert amikor a társadalomban ez kontrollálva van, akkor az emberek tudnak boldogan élni. Amikor nincs kontrollálva, akkor gyakorlatilag az emberek nagyon sokat fognak szenvedni, és ez látható a mai társadalomban. És minél nagyobb a kontroll hiánya, akkor annál nagyobb a szenvedés. És ezért a Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam nagyon nagy hangsúlyt fektet erre. Nem olyan könnyű, és amikor nincs korlátozva, akkor egyre nagyobb problémát okoz. Jó, ehhez valakinek kérdés. Hogyha nincs, akkor olvassuk tovább. Ricsi, te jössz. Végezetül tehát azt az embert, aki kontrollálni tudja ezt a hat dolgot, a beszédet, az elmét, a dühöt, a nyelvet, a gyomort és a nemi szervet, Száminak vagy Gószáminak kell nevezni. A Számi szó azt jelenti, hogy mester, a Gószámi pedig az érzékek mestere. Amikor valaki belép a lemondott életrendbe, automatikusan megkapja a számít címet. Ez nem azt jelenti, hogy a családja, a közösség vagy a társadalom mestere lesz. Az érzékei mesterének kell válnia. Anélkül, hogy valaki az érzékei ura lenne, nem szabad Gószáminak hívni, hanem inkább Gódászának, az érzékek szolgájának. A Vrindavani hat Gószáma nyomdokait követve minden számi és Gószámi kötelessége az, hogy teljesen elmerüljön az Úrnak végzett transzcendentális szerető szolgálatban. Ezzel ellentétben a gódászák az érzékeit vagy a anyagi világot szolgálják. Nincs más elfoglaltságuk. Pralád Maharaj az Adántagó kifejezése jellemzi a gódászát, ami olyas valakire utal, akinek zabolátlanok az érzékei. Egy Adántagó nem tud Krishna szolgájával válni. A Srimad Bhagavatamban Pralád Maharaj azt mondja, Matirna Krishnae. Matirna Krishnae Paratasvatová. Mondjad? Matirna Krishnae Paratasvatová. Mito Bipadjéta Grihavratánem. Mito Bipadjéta Grihavratánem. Bipadjéta Grihavratánem. Ádantá Gópír Visatám Tamisram. Ádantá Gópír Visatám Tamisram. Punasz Charvita Charvanánem. Punasz Charvita Charvanánem. Uh-huh. Azoknak, akik úgy döntöttek, hogy érzékeik kiegészítése érdekében továbbra is az anyagi világban maradnak,
nincs esélyük arra, hogy Krisna tudatúvá váljanak, sem egyéni igyekezetük, sem mások útmutatása, sem közömbös tanácskozások által. Közös tanácskozások által. Zabolátlan érzékeik az ilyen embereket a tudatlanság legsötétebb régiójában húzzák, ahol őrült módjára rágják a megrágottat. Jó, itt elértünk ennek a versnek a magyarázatának a végére. Ugye van ez a hat késztetés. A beszéd, elme, düh, nyelv, gyomor, nemi szervek késztetése. És minden lelki gyakorlónak meg kell tanulnia, hogy ezeket a késztetéseket kontrollálja. Mert akkor tud előre haladni a lelki életbe, hogyha ezek a késztetések, ezeken a késztetéseken tud uralkodni. Ugye ezt jelenti, hogy Goszvámi, aki uralkodik az érzékein. Ugye a Goszvámi a lemondott rendben élő szerzeteseknek a címe. De az azt jelenti, hogy ha valaki akar előre haladni a lelki életbe, szintén Goszvámivel kell válnia. Lehet, hogy nem kívülről fogadja ezt a címet, és nem lesz egy szerzetes, de kell tudnia kontrollálni az érzékeiket, mert hogyha nem kontrolláljuk az érzékeinket, akkor az érzékeink fognak kontrollálni bennünket. Az azt jelenti, hogy elhúznak egy olyan irányba, amilyen irányba nem akarunk menni. És ezért kell, hogy legyen ez a lelki erő, és fel kell építeni ez a lelki erőt. Azt gondolhatná valaki, hogy az érzékeket nem lehet kontrollálni. Akkor nem lehet kontrollálni, hogyha nincs erő hozzá. Ugye, hogyha valakinek nincs ereje, persze, hogy nem tudja kontrollálni. De hogyha valaki akar erőt, akkor a lelki gyakorlatokból lesz erő. Ugyanígy, hogyha valakinek nincs fizikai ereje, de hogyha elkezd tornászni, elkezd jógázni, elkezd súlyokat emelni, akkor előbb-utóbb akkor kezd felépülni az ereje, felépülni az izomerő. Ugyanúgy, hogyha valaki gyakorolja ezeket az önfegyelmezéseket, és először olyan önfegyelmezésekkel kell kezdeni, ami illik hozzá, ami nem túl nagy, de nem túl kicsi. És amikor azt meglépte, akkor utána lehet a következő lépcső. Ezért kell a lelki tanítómestert elfogadni, mert a lelki tanítómester látja, hogy jó, hol van ez a tanítvány, és mi a következő lépés az ő számára. Mert ugye két hibát lehet elkövetni, hogy vagy nem csinál semmit, és akkor nem fog haladni, vagy hogyha túl sokat adnak neki, akkor pedig elveszíti a kedvét, mert nem tudja megcsinálni. És akkor ezért kell hozzáigazítani a szabályokat, vagy az érzékkontrollot, amit tud csinálni. És ez nagyon fontos, mert az érzékelégítés igazából nem boldogság, az csak a szenvedésnek a csökkenése. Ugye amikor valaki tapasztal valamilyen ösztönzést, ugye valaki mondjuk éhes, az éhség, az egy milyen érzés mondjuk? Az egy kellemetlen, az egy hiányérzet. És amikor ugye akkor eszünk, akkor elmúlik az éhség. Tehát, hogy elmúlik az éhség, és akkor a kellemetlen érzésből akkor megint akkor legalább eljutottunk a nulláig. És minden egyes késztetésnél így van. Valaki érez dohányzásra késztetést, alkoholra késztetést, szexuális életre vagy késztetést, bármilyen késztetést. Ez a késztetés, ez egy kellemetlenség, ez egy negatív irányba viszi el, és amikor beteljesíti ezt a késztetést, akkor megszűnik ez a kellemetlenség. De ez még nem pozitív dolog, ez még csak a negatívnak a hiánya. És a pozitív boldogság az egy teljesen másik dolog. Pont tegnap előtt volt a Szennévistagosti este, és akkor az egyik magyarázatban benne volt a rasszának a meghatározása. És így kezdi Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur a rasszának a lelki boldogságnak, a transzcendentális boldogságnak a meghatározását, hogy az, ami felülmúl minden képzeletet. Ugye amikor valaki nem tapasztalta, akkor és először megtapasztalja, ez felülmúlja minden várakozását, nem tudta addig elképzelni, hogy az mi. Ami rengeteg csodával terhes, tehát, hogy felülmúl minden képzetet, tele van csodával, és amit jóságtól ragyogó szívvel lehet megtapasztalni, ez a rasza. Tehát, hogy ahhoz, hogy mi meg tudjuk tapasztalni ezt a mindent felülmúló rasszát, amit csodákkal terhes,
akkor nekünk kell a szívünket tisztítani, mert az igazi boldogsághoz tiszta a szívre van szükség. És a lelki gyakorlatok, főleg a szennév éneklése, főleg a helyes éneklése, az megtisztítja a szívet a tisztátlanságoktól, és a tiszta szívvel, amikor a tiszta a tükör, akkor tudjuk látni benne saját magunkat, és tudjuk látni benne Krisnát, és akkor meg tudjuk kóstolni ezt a raszát. De ezt helyesen kell gyakorolni. Nem szabad helyetlenül gyakorolni, ugye, mert valamikor, hogyha csak mechanikusan gyakoroljuk a lelki életet, mondjuk mechanikusan énekeljük a Hare Krishna Maha mantrát, az fogja tisztítani a szívet, a mechanikus gyakorlat. Ugye nem annyira, mert a megfő gyakorlat az, amikor a tudatunkat belefektetjük, hogy akkor próbálunk odafigyelni. Amikor valaki mechanikusan gyakorolja a lelki életet, az olyan, mint amikor, ugye maradjunk itt, a súlyemelő példát hoztok, hogy amikor valaki próbál súlyt emelni, úgy, hogy nem vesz kezébe súlyokat. És képzeljétek el, valaki ott bemegy egy bodybuilding terembe, ahol emelgetik a súlyokat az emberek, és valaki oda megy a tükör elé, és nem vesz a kezébe súlyokat, csak így emelgeti. És akkor egy nap, két nap, hetekig, hónapokig csinálja, mennyire fognak nőni az izmai? Nem sokat, ugye, mert nem tart a kezébe súlyokat. És akkor elkeseredhet, hogy hát ez nem működik, nem fejlődök. Ugye a többiek nézik a tükörbe magukat, hogy akkor mennyire izmosodtak havonta, vagy két havonta, vagy folyamatosan nézik. Ugyanígy, hogyha valaki helyetlenül gyakorolja a lelki gyakorlatokat, hogy nem veszi a súlyt a kezébe, nem teszi bele a tudatát, nem teszi bele a figyelmét, az olyan, mint amikor valaki súlyok nélkül próbál súlyzózni. Tehát, hogy súlyok nélkül súlyzózni, az nem olyan, nem fogja azt az eredményt adni. És ezért helyesen kell gyakorolni, és amikor valaki helyesen gyakorolja, akkor fog tisztulni a szív, és amikor tisztul a szív, akkor a szív tisztaságának arányában fog magasabb rendű boldogságot tapasztalni, és először nem a raszát fogja megtapasztalni, hanem a raszának az árnyékát, de a raszának az árnyéka már sokkal több, mint amit bármikor lehet tapasztalni az anyagi világban. És ez fogja lelkesíteni, és fogja ezt húzni előre. Ugyanúgy, amikor valaki csinálja ezeket a gyakorlatokat, akkor lelkesíti, hogy akkor egyre többet tud csinálni, egyre erősebbnek néz ki, egyre jobban tudja fitoktatni az erejét. De mindegy, ez inspirálja. Ugyanúgy, hogyha valaki a lelki életben halad előre, akkor tapasztal egy belső ízt, ami húzza előre. Tehát, hogy helyesen kell gyakorolni, nem helytelenül, és amikor valaki helyesen gyakorolja, akkor tudja ezt tapasztalni. Ez így érthető? És ezért kell kontrollálni az érzékeket, mert amikor valaki helyesen kontrollálja az érzékeket, akkor lesz ez a tapasztalat, és hogyha nincs az a tapasztalat, az azt jelenti, hogy helytelenül gyakorolja. Jó, van esetleg kérdés ehhez? Nincs kérdés, akkor csináljunk egy szünetet, és akkor azt fogjuk, szünet után fogjuk folytatni a második versen, és aki interneten szeretné követni, akkor a VedaTube YouTube csatornán fogunk bejelentkezni egy 10 perc múlva, és akkor egy YouTube élővel fogjuk folytatni. Itt van még egy kérdés, ezre lehet, hogy válaszolok. Góca Sándor: kedves Prabhu, erről a négy fogadalmi pontról, nem eszem húst, halat, nem élek tiltott nem életet, hogy konkrétan mit lehet felajánlani ezeket, melyik szentírásban lehet olvasni konkrétan? Köszönöm a válaszolat, Hare Krishna. Ez a négy szabályozó elv le van írva a Srimad Bhagavatamban, le van írva a Manu Samhitában, és Srila Prabhupádnak a életrajzában ő ezt a négy szabályt kérte a tanítványaitól. Konkrétan, hogyha meg akarod nézni a első Srimad Bhagavatam első énekének, azt hiszem 17. fejezetében van, amikor Pariksit Maharaj megbünteti Kalit. Ugye Kali akart bejönni Pariksit Maharajnak a birodalmába.
És Pariksit Maharács mondta, hogy nem élhetsz az én birodalomban, menjél el a birodalmon kívülre. És akkor Kali mondta Pariksit Maharácsnak, hogy de Maharács, az egész világ a te birodalmad, én nem tudok a birodalmadon kívül élni, mert minden a tiéd. És akkor megengedte neki, hogy oké, akkor élhetsz ott, ahol ezt a négy szabályozó elvet nem tartják. Ugye ő a vitatkozásnak, és ennek a kari korszak veszekedés vitatkozás korának az ura. És mondta, hogy élhetsz ott, ahol tiltott nem életet élnek, ahol kegyetlenek az állatokkal szemben, ahol mérgezik magukat az emberek, önmérgezést csinálnak, és ahol szerencsejátékot űznek, mert akkor ott meg fogják törni a vallásnak az elveit. Minden egyes szabályozó elv védi a vallásnak az egyik lábát. A tiltott nem élettől való tartózkodás az védi a tisztaságot, az önmérgezéstől való tartózkodás az védi a lemondást, a csalástól való, vagy a szerencsejátéktól való tartózkodás az védi a védi a igazmondást, és melyik maradt ki? Húsevés. Hát, hogy meg volt mindegyik, ugye a tisztaság, lemondás, igen, a húsevéstől való tartózkodás az védi a kegyességet, és akkor a igazmondást pedig védi a szerencsejátéktól való tartózkodás, az a Simad Bhágavatam nagyon részletesen leírja. De aztán érdekes, hogy Kali mondja a Pariksit Maharácsnak, de Maharács, a te királyságodban nincs olyan hely, ahol ezeket az emberek csinálnák. Hol tudok élni? És akkor Pariksit Maharács adott neki még egy helyet, ahol van arany, akkor ott élhetsz, mert ahol van arany, akkor fogják ezt idővel ezt a négy dolgot csinálni. És akkor ezeket a helyeket kapta Kali, ahol élhet. És ezért egy lelki gyakorlónak akkor el kell kerülni ezeket. Jó, akkor ez a válasz a kérdésre, és akkor 10 perc múlva fogjuk folytatni a VedaTube csatornán élő adással. Köszönöm szépen, Hare Krishna!